A kadétok egyéni és páros szerbiai asztali teniszbajnokságát az elmúlt hétvégén tartották Óbecsén a sportközpontban. A versenyen Szerbia összes klubjából 69 fiú és 33 lány vett részt. A torna kvalifikációs részeit 3 vagy 4 versenyzőből álló csoportokban játszották. A döntőbe jutás minden versenykategóriában kieséssel dőlt el, ezt követően pedig selejtezőt tartottak. Minden parti 3 megnyert szettig zajlott. A versenyen Szerbia jelenlegi legjobbjai vesznek részt, persze vannak tőlük fiatalabb tehetségek is. Elégedettek vagyunk a részvételi arányjal, ez egy megszokott szám ebben az időszakban. Természetesen mindig lehetne ez a szám magasabb is, de sajnos a fiatalok az elmúlt időszakban elveszítették az érdeklődést az asztali tenisz iránt. Ehhez képest ez a létszám éppen elegendő, a technikai képességük is szolíd szinten van. Az asztali teniszezők következő versenye Óbecsén már néhány hét múlva várható, mivel a 10. veterán szerbiai asztali teniszbajnokság megtartási időpontját június 13-ára látták elő. A versenyre legkésőbb péntekig, június 11-ig lehet jelentkezni, a z.britka@gmail.com e-mail címen, vagy SMS-ben a 064 1127 529-es telefonszámon.